Na sziasztok! Üdvözlök mindenkit szeretettel! Igen, jól láttátok az intróba. A várva várt nyuszis videó fog következni, amiben megmutatom, hogy mennyire is nőttek már 2 hónapja, amióta nem készítettem nektek videót a nyuszikról, hogy mekkorára is nőttek ők. Ott a háttérben látható a bemutató asztal, arra fogom őket felhelyezni egyesével, és azokat majd költöztetem, mivel hogy ott is van nyuszi ketrec, ott fent az autónál is van nyuszi ketrec, nézzétek meg, ott hátul ott is, meg itt is van. Ez a nyuszi ketrec, át van költöztetve a kecskék bejáratához. Szóval, tartsatok velem! Megint este készül a videó, vasárnap van, nagyon nem volt időm ma se, egész nap majdnem esett az eső, el kellett vezessem a vizet a ház körül, ugyanis az udvaron mindenfelé folyik a víz, tiszta sár van, nézzétek meg. De hát így mondják, hogy ahol állat van, sár van, meg minden. Szia! Ő a kis oroszlánfejű baknyuszi. Ezelőtt 2 hónappal vettük őket, 3, úgyhogy most ő körülbelül 4 vagy 5 hónapos. Ami azt jelenti, hogy jövő január-februárban fogom őket pároztatni ezzel a kis cukisággal. Tegyük is ki az asztalra, hát ha ott jobban fog látszani a kis nyuszi. Nézzük meg. És kiraktam ide a kis asztalra a kis nyuszit. Nézzétek meg, milyen gyönyörű kis szőrzete van neki. Igen. Milyen kis szép fülei vannak. Milyen gyönyörű a szőrzete, ilyen szürkés, feketés a farkincája. Éppenséggel most leült. Erről a felülről látszik a feketeség. Igaz? Mutasd meg a nézőknek, mekkorára nőttél, drágám. Mutasd meg! Ezek a nyuszik nem nőnek több, mint 1,5-2 kilóra. Tehát nagy növés ne várjunk tőlek, de viszont a szőrzet az ki van fejlődve, gyönyörű, szép, sima teste van neki. Igen. Na gyere, nézzük meg a következőt is. Ide raktam a következőt is. Meg kell őket pucolgassam, mert teli vannak ilyen szénadarabkákkal. Nézzétek meg! Kis szénadarabkát a gyönyörű testén. Ő is nagyon szépen ki van fejlődve. Ügyes kis bajusz, olyasmi, mint egy egéke. Mom, hom, hom, ham, ham. Igen, egérke vagy. Nézzétek meg ezeket a feketés részeket benne. Hál' Istennek nagyon jól látható a kamerán. Amúgy sötét van. Szia! Na. Ő a mi kis nyöstén oroszlán fejű. Őt is majd január-februárban fogom párosztatni a baknyuszival, és reméljük, hogy nagyon szép kis nyuszikat fogsz nekünk világra hozni. Vegyük le ezt, jó? Gyere, engedd meg! Ez az. Le is téptük, ekkora nagy darab volt rajta. Nézd, milyen szép vagy. Kéne fésüljük neked a kis szőrzetedet, ugye? Na, most pedig következnek a német kos nyuszikák, a bak és a nyöstén. Itt is van a kis német kos, aki már elérte szinte az 5 kilót. Ő is rágcsalja éppen a káposztát. Ki fogom tenni a bemutató asztalra. Kint is vagyunk a bemutató asztalon. Gyere, drága, mutasd meg, mekkorára nőtti. Gyere, fordulj ide szépen a nézők fele. Mutasd meg, mekkora gyönyörű, szép fejed van.
mekkora nagy füleid vannak. Igen. Ő a nyöstény. Ugye? Igen. Te vagy a nyöstény, a kicsi szelíd. Cuki. Nem akarod kihúzni magad? Nézzétek meg, azért nem ekkora volt ezelőtt 2 hónappal a videóban. Most van jó 5 kiló szerintem. Még több is. Ezt a kis leeresztett füleiket szerettem én nagyon. Amúgy ebből szeretnék majd egy hibrid fajtát is csinálni. Ami azt jelenti, hogy párosítani fogom. Van nekem egy félszemű baknyúlam, amit már nektek bemutattam egy videóban, hogy ő a kecskéknél van. De végére fogok majd bevágni egy kis részt belőle is, és azzal szeretném párosztatni, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez a leeresztett fülű rész, ez ki fog jönni? Tehát ez majd a kölyköknél át fog jönni? És hogyha át fog jönni, akkor majd abból is szeretnék tenyészteni ilyen hibridet, mivel hogy azoknak nem kell annyiféle oltás, és nem annyira kényesek a hidegre, meg a melegre, meg az időváltozása. Na, és akkor most fog következni a baknyuszi, ami ő is pont ugyanilyen. Na, itt is vagyunk. Ő a kis dobbantós. Nem megyünk el. Nagy nehezen tudtam megfogni. Nézzétek meg, ugyanaz a szín, ugyanaz a megnyilvánulás, feketés és ilyen barnás szőrzette. Hát őt is megpróbálnám keresztezni egy nőstény fekete házival. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen hibridek fognak majd kialakulni. Persze, hogyha feliratkoztok erre a csatornára, és megnyomjátok azt a kis csengőt, akkor értesülni fogtok ezekről a videókról, ami az elkövetkezendő 2022-ben fog megtörténni. Tehát megéri feliratkozni, akit érdekelnek ezek a kis videók. Nyuszikról, fácánokról, galambokról, kecskékről, gerlékről, és van már egy újdonságunk is, amit már shorts videóban meg is osztottam veletek, úgyhogy gyorsan kattintsatok a shorts videóknak, az állattartás falun az önellátás fele shorts videóira, és ott meg fogjátok találni, a mai nap raktam fel, hogy mi a mi kis gazdaságunk újdonságai. Na tehát, megyünk most az utolsó állomásainkra, ugyanis van nekünk 2 kisebb nyuszink, 2 kicsi házi kölyök, ami nem több, mint 3 hónaposak. Nagyon kis édik. Zsuzsával készítettünk nekik egy nyusziketrecet. Ilyen kis bujkálóval, szögdösővel. Most már csak az etetője van hátra. De ezt is megpróbálom nektek bemutatni. Csak sajnos nézzétek meg, sötét van. Amennyire látszani fog, megmutatom nektek. Most pedig szünetre teszem, hogy tegyen vissza a kis agresszív baknyuszinkat, hogy rákcsálja tovább a káposztáját. Ugye? Át is költöztünk a bemutató asztallal a kicsi nyuszik, a házi nyuszikhoz. Így néz ki az ők kis lakhelyük, amit Zsuzsával ketten építettünk. Ha kérdezitek, ki a Zsuzsa? Zsuzsa ő a nevelt lányom. Tehát így néz ki a kis nyuszi ketrec, van neki a kis teteje, meg minden. Ide felül, itt majd be fogom szépen csinálni, jobbról is, balról is, és képzeljétek el, hogy mit találtam ki. Ide fogom, hogy közben becsepegett a víz, itt van egy, itt van egy lyuk az eterniten, úgyhogy ide szilikont kell tegyek, ugyanis vannak nekünk galambjaink, is, és itt lesz a párosztató. Mit jelent ez, hogy párosztató? Tehát a bak és a nőstény galambot fogom ide bezárni karanténba 1-2 hétig, ameddig ők összepárosodnak. Na tehát, gyertek, nézzük is meg, a kis házi nyuszik mit csinálnak. Sziasztok, házi nyuszik! Tegnap este takarítottunk itt ki, nézzétek meg a kis bujkálót, úgy szögdösnek ők át, vizeket azt rendesen öntik ki, itt alul lyukatos, ameddig fel nem telik szénával, ott hátul szokott lenni a kaja, ott van a káposzta, megmutatom itt a másik részt is,
nem tudom mennyire látszik. Úgy. És itt elő van nekik ilyen kis rács. Ott, ha belát a kamera, akkor megmutatja nektek, hogy hogyan is néz ki. Na, gyertek a bemutató asztalra egyesével. Azt mondja Zsuzsa, hogy a sötétebb az övé, és a világosabb az enyém. Na most melyik a sötét, és melyik a világos? Lehet, hogy ti megismeritek, megnézitek, de én nem látom. Na gyerünk, a bemutató asztalra kisnyuszik. Itt is vagyunk a bemutató asztalon. Mint látjátok, ők még kicsik, tehát ők kölykök, két hónapos kölykök. Amúgy megnéztem lámpa nélkül a nyuszikat, és ez az én nyuszim, ez az én nőstén házi nyuszi, amiből lesznek majd a keresztezések. És ő itt három hónapos, körülbelül, nem tudom 100%-ra. Szomszéd bácsitól kaptuk, ugyanis a régebbi házi nyuszinktól volt bak, és azzal megbergettem neki egy másik nőstényt, és úgy adta ő ajándékba, fizetségül. Tehát ő az egyik kis fekete házi nyuszi. Nézzétek meg, milyen szép. Ő egy hibrid lepkével volt keresztezve. Barna volt az anyanyuszi, nem tudom, hogy jött ki a fekete. Na, lényegtelen. Tehát ő a kis egyik kölyök, és most ki fogom venni a másikat is. Na, ez a Zsuzsinak a nyuszia, ez egy kicsit idegesebb. Azt mondják, hogy ha a nyuszinak megvakarod itt a nyakána, akkor fülei felállnak. Na, nézzétek meg, milyen szépen felálltak a kis fülecské. Itt a füle mögött kell neki nagyon vakarni, és akkor fel fog állni a kis füle. Nem amire ti gondoltok, hanem csak a füle. Igaz? Ők a mi kis újdonságaink, és még vannak, tehát megéri résen lenni a csatornán, és velünk tartani a mi kis mikrogazdaságunkba. Mert hát szerintem én már mondhatom azt, hogy mikrogazdaság, mivel hogy sokféle fajta állataink vannak, és még sokféle lesz a jövőbe, csak fogjuk bírni gabona vásárlással. Én nagyon szeretném, hogyha elérnénk az 500 feliratkozót karácsony estéig. Már van 484 feliratkozó, és nagyon szeretném, hogyha karácsony este azzal jelentkeznék be hozzátok, hogy kellemes karácsonyi ünnepeket, megjött az angyal, és 500 feliratkozó. Na, de ha nem történik meg, se nincs baj, ugyanis január, nem tudom, 1-én, akár hányadikán csináltam a YouTube csatornát, és akkor ünnepli az egyéves szülinapját. És remélem, hogy a jövőben elérjük az 1000 feliratkozót, mert ha elérjük az 1000 feliratkozót és a 4000 órát, akkor a YouTube a reklámokból már tud valamennyicskét nekem fizetni, és hogyha ti nézettségeitek után, ami nektek nem kerül semmibe, fizet, akkor én minél több állatot tudok majd vásárolni, többfélét, színesebbet, persze, amit én szeretnék, és tudok majd nekik nagyobb, szélesebb, tágasabb helyeket készíteni, jobb kondíciókkal, jobb kilátásokkal. Tehát akkor majd jobb környezetben lesznek ők, ami nem azt jelenti, hogy most rossz környezetben vannak, csak akkor majd nagyobb és tágasabb helyük lesz nekik, jobban ki tudom engedni őket a szabadba, esetleg nem egy vagy két négyzetméteren lesznek, hanem 3-4 négyzetméteren, fedett területen, gondolok a tyúkokra, száraz talaj, stb. Na, de hát ez majd csak a jövő titka lesz. Menjünk, mutassam meg nektek a kecskéknél a baknyuszit, azt is pár másodpercben, és ennyi is lenne a mi kis körünk este a nyusziknál. Hátra marad nekik még, hogy adjak enni, amit már a videóban nem fér bele, és megköszönöm megtisztelő figyelmeteket, vigyázzatok magatokra, iratkozzatok fel az állattartás falun az önellátás fele, mivel hogy mi nagyon szeretnénk az önfenntartóvá válni, saját magunknak kitermelni azt a húst, azt a kis ételt, zöldséget, és az állatoknak is. Ne felejtsetek el feliratkozni, megnyomni egy lájkot,
és megosztani, ha esetleg nektek is tetszik ez a videó. Vagy a videóink a csatornán, ami nem több, mint 140 videó. Sziasztok! Íme a kis baknyuszi, ő itt van benne a kecskéknél. Nagyon jól érzi magát. Ugye kis nyuszi? Ezzel a szemével talán nem lát. Igen, ezzel a szemével nem lát. De nagyon jól érzi itt magát, nézzétek meg, ahogy szögdösik, meg mindent csinál. Itt van a kis ládikója. Ide szoktam berakni. Vagy esetleg mikor adok a kecskéknek, akkor van itt fenn a kis cicának egy ládikója, és oda fel szoktam rakni. Keresed a gumicsizmám, vagy ki szeretné menni? Ha? Hova mész? Na, pápa, kis nyuszi.